vasúton, tenger kévesen körül, közepében lelkem fürdik, a madár röpül csak eddig, most az ember is röpül, Nyilsebes gondolatunk későn indulánk utánad, de sarkantyúsz paripádat, mert elérünk, elhagyunk hegy, fa, ház, ember, patak, és ki tudja még mi minden, tűnedesz föl szemeimben, s oszlik el, mint köd alak. A nap is velünk szalad, mint egy őrült, aki véli, hogy őt össze-vissza tépni, űzi egy ördögcsapat. Futott, futott, s hasztalan, elmaradt, fárad a a nyugati hegytetőre, arszán szégyen lángja van és még mi egyre röpülünk, egy sziporkát sem fáradva, ez a gép tán egyenest a más világba megy velünk, száz vasútat, ezeret csináljatok, csináljatok, hat fussák be a világot, mint a testet, az erek, ezek a föld erei, bennök árad a műveltség, ezek által ömenek szét az életnek nedvei. Miért nem csináltatok eddig is már vas hiányzott? törjetek szét minden láncot, majd lesz elég vasatok. Pest, 1847. december 13-a. Petőfinek megadatott, hogy az újkor egy nagy vívmányát, az első ipari forradalom jellegzetes vívmányát a vasutat is megismerhette, Hát éppen ebben az időben indult el Vác és Szolnok felé az első vasút, mind a kettőt használta Petőfi, időben a Váci vasutat, hiszen szüleit látogatta meg a Nunaparti Pestől északra fekvő városkában, és aztán, amikor majd menekül már 1849-ben, akkor Szolnokig megy vasúton, és utána pedig mezőberény felé veszi az útját különböző eszközökkel, hagyományos régi eszközökkel. Nagyon nagyszerű vers ez a Vasúton, olyas fajta, mint a, amikor Babics Mihály először a filmről, a moziról írt verset, mert itt láthatjuk azt, hogy milyen volt az emberek első élménye, a vasúttal kapcsolatban. Hogy valami őrületes gép, ami talán a pokolba viszi az embert, vagy a más világra, vagy a nap se bírja vele a versenyt, micsoda döbbenetes képek sorakoznak, de költőileg is, hogy Petőfi megelevenít, hogy hegy, fa, ház, ember, patak, és ki tudja még mi minden tünedes föl szemeimben, és oszlik el, mint köd alak. Tehát ez a gyorsaság, hogy jön az élet nem 5 km per órával, amivel gyalogoltam életem során, hanem hát nem is tudom, hogy akkor hány kilométer per órával járt a vasút, de biztos egy 30-40-50 meg volt. Ez már azért jóskán több, mint az 5 km per óra, amire lennénk teremtve ugye a gyaloglásra, az apostolok lovára, és ahogy, ahogy jön elénk a sok minden, talán, el, először megemészthetetlen sok kép, és aztán el is foszlik, mert olyan nagy mennyiségben jönnek elénk az újabb képek, mondhatnám mai szóval információk, hogy aztán szinte semmi nem marad meg belőlük. Hát ez a modern ember életérzését jócskán megelőlegező, Petőfi által megverselt érzés. Futott, futott, s már, mint a nap, elmaradt, fáradva, dől le a nyugati egytetőre, alszán, szégyen, lángja van. Szóval megszemélyesítések, az allegorizálások, a, a kedves bájos hasonlatok, hogy a nap se bírja már a versenyt a technikának, ezzel a vívmányával is, még mi egyre röpülünk, egy sziporkát sem, fáradva, ez a géptán egyenest a más világba megy velünk, Szóval azért van itt félelem, ijedelem is, és mikor leér erre a mélybe, akkor hirtelen vált, és mint egy ilyen himnikus a gépekhez, a technikai vívmányokhoz elkezdődő szózattá terebélyesedik a vers, hogy száz vasútat, ezeret, csináljatok, csináljatok, hadd fussák be a világot, mint a testet az erek. Ezek a föld erei, bennök árad a műveltség, ezek által ömlenek szét az életnek nedvei. Mondom, micsoda himnikusan földdobogó ö, vers befejezés, és aztán nem Petőfi lenne Petőfi, hogyha ne az, a, azzal fejezné be, amivel befejezi, hogy miért nem csináltatok eddig is már vas hiányzott, törjetek szét minden láncot, majd lesz elég vasatok. Ó, milyen sok verset írt a vasról, hogy fényesebb a láncnál a kard, majd a nemzeti dalban bukik ki ennek a legmagasabb hőfokú kijelentése, de addig is nagyon sok hasonlatában, sőt egész versében is alkalmazta már ezt a képet, hogy a vas az nem annyira bilincsnek lenne való, hanem egyéb más dolognak, például vasúti sinnek. Petőfi szülei. Nagy szegénységben éltek, Vászott, de mégis közel gyermekükhöz a másik gyermek Veszprém közelében élt, Sándor azonban többször meglátogathatta az idős szülőket, volt, amikor Szendrei Júliával, aki nagyon elérzékenyült vallomásokat tesz ezekről a látogatásokról, az após és az anyós meglátásáról, vagy Sas Istvánnal a gyermekkori baráttal, aki orvos volt, és amikor Petőfi úgy tudta, hogy szüleivel egy kis egészségügyi probléma támad, akkor nem volt rest orvos barátjával elmenni az idős aki egyébként később Tolna vármegyének volt a tiszti főorvosa. És aki Sas István talán a legmegragadóbb és a leghasználhatóbb emlékezéseket is írta. Hát persze Jócskán több évtizeddel Petőfi eltűnése után. A Vasúton a magyar költészetnek első üdvözlő verse az ipari forradalom nagy találmányához, amely magyar földön is megjelent.